Szeretettel köszöntelek titeket még egyszer, és akkor, ahogyan ígértem, műismeret, kötelező olvasmányok 11. osztályos része következik. Ebben az évben kell a legtöbb kötelező olvasmányt elolvasni, úgyhogy nagyon-nagyon sietnem kell, van 33 diám és 40 percem gyakorlatilag erre az anyagra. Az első az egy francia szerző, akiről már a Grül tanár úr is beszélt, Balzac, akinek a Goriot apó című művét kellett kötelezőként elolvasni. Én ajánlom ma is a jegyzetelést, sokkal könnyebb úgy figyelni, kevésbé fáradsz el. Azt nem állítom, hogy le fogod tudni írni, ami a diákon van, de emlékeztetőnek jó lehet. Ez a regény 1834-ben jelent meg. Többféle műfaj meghatározása lehetséges, de most a karrierregénynél maradunk. És hallottatok már róla, hogy ez egy nagy-nagy regényciklusnak a darabja. Azt tervezte ugyanis Balzac, hogy ő 150 regényt meg fog írni, és az egész emberi színjátékkal az lesz a célja, hogy a korabeli francia társadalmat bemutassa. És miért emberi színjáték a címe? Azért, mert ezzel utalt ő Dante-nak az Isteni színjáték című művére, 10. kötelezők között van, ahol ugye Dante a túlvilágnak a bemutatását tűzte ki célul. És azt mondta Balzac, hogy ő egy realista író, ő a saját társadalmáról fog egy ilyen nagyon nagy monumentális művet írni. Hát körülbelül olyan 90 készült el ebből a nagy tervből, és a szereplők összefüggésben vannak a különböző regények, elbeszélések között, és hát az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy Balzac annyit foglalkozott a szereplőkkel, meg a köztük lévő kapcsolatrendszerrel, hogy a végén összekeverte a regény szereplőit a családtagjaival, de hát nagyon elkötelezett volt. Tehát ez egy olyan mű, ami 1819-ben játszódik, tehát ahogy látod, úgy körülbelül a saját korában egy Vauquer panzió nevű hát épületben járunk talán a legtöbbet a regény olvasása közben. És valójában megtévesztő az, hogy Goriot apó a címe, mert az igazi főszereplőnk az egy Rastignac nevű fiatalember, aki a vidékről jött fel a fővárosban, és itt jogot tanul, és hát természetesen szeretné megvalósítani magát, és szeretné minél magasabbra felküzdeni magát a ranglétrán, és egyáltalán befolyásosnak, ismertnek lenni, és gazdagnak természetesen. Az egész regénynek elég hát nyomasztó azért a hangulata, mert hogy maga ez a Vauquer panzió is, amiről nagyon sok leírást olvashatsz a regényben, nagyon részletesen be van mutatva, ez ugye a realista regénynek egy nagyon fontos jellemzője. Maga a vezetője ennek a panziónak egy Vauquer-né nevű szereplő, és az a jellemzője ennek a panziónak, hogy ahogy haladunk felfelé, szintenként hát különböző társadalmi osztályú embereket ismerhetünk meg. Lent vannak a legfényűzőbb szobák, a legdíszesebben berendezettek, és ahogy felfelé haladunk, egyre szegényesebbek a szobák, a bútorok, és ez természetesen nem lenne annyira érdekes, de hát üzenete van, azért lesz érdekes, mert hogy a Goriot apunk nagyon gazdag emberként költözik be ide a panzióba, és ahogy haladunk az időben, egyre inkább szegényedik, és egyre föntebb költözik, még a végén egy padlásszobában, egy nagyon szegényes padlásszobában köt ki, és ebben a panzióban lakik Rastignac is, úgyhogy a kettőjük hát történetét párhuzamosan látjuk gyakorlatilag egymással. Ez a ház, ez a korabeli Párizs keresztmetszetét adja. Tehát azért érdekesek ezek a szintek, azért érdekes a berendezésük, és két szálon indul el a történet, van egyszerre Rastignacnak a története, és van Goriot apónak a története. És ők ellentétes irányba haladnak. Ahogy mondtam, Goriot apó egyre föntebb költözik, de a társadalomban pedig lejtőn van, csúszik lefelé, egyre szegényebb, majd azt is megtudjuk miért.
Rastignac pedig keresi az érvényesülés lehetőségeit, és egyre befolyásosabb lesz, egyre hát fontosabb szalonokba, házakba, bálokra jut el, és ő pedig egy ilyen felfelé törekvő karriert, vagy felfelé ívelő karriert mutat be. Egyébként nagyon sok szereplője van, tehát én most csak egyet-kettőt mondok, de valami 30-valahány szereplőt ismerhetsz meg egyébként a regényben. És hát végül is mi lesz a végkövetkeztetése a regénynek? Ugye sok emberrel beszélget Rastignac, és az arisztokrata bárónő, meg a bűnöző, az ugyanazt a tanácsot adja neki gyakorlatilag, nincs különbség a fent és a lent erkölcsek között. Mind a ketten, hát röviden azt foglalják össze, hogy szerezzen egy gazdag pártfogót, legyen egy gazdag hölgy szeretője például, és ne foglalkozzon senkivel, törtessen előre, és érdekházassággal például sokra mehetne, vagy korrupcióval, tehát a romlottság lesz gyakorlatilag az üzenete. Párizs romlottsága lesz az, ami leginkább kihangsúlyozásra kerül ebben a műben. Goriot apó meg, ahogy mondtam, egyre inkább szegényedik, és először azt hiszik róla, hogy mindenféle titok, meg rejtély veszi körül, meg biztos, hogy neki is szeretői vannak, mert két gazdag hölgy mindig megjelenik a panzióban, és őt látogatják meg. És hát kiderül, hogy ezek a lányai, akik nagyon előkelően élnek, nagyon fényűző módon, de hát a pénzt az apjuktól kapják, aki egyre több mindenét adja el, mert kiderül Goriot apóról, hogy egy gazdag tésztagyáros volt egyébként, és a szeretetét mindet a lányaira önti, és ezt abban fejezi ki, hogy pénzt ad nekik, és ezért lesz egyre szegényebb. És hát elég tragikus a befejezés, mert a Goriot apó meghal a végén, de a lányai el se jönnek a temetésére, egy-egy kocsit küldenek, és két diák, Rastignac és a barátja lesz az, aki megjelenik gyakorlatilag a temetésen. Viszont Rastignac is azt mondja, hogy most mi rajtunk a sor, most majd mi jövünk, és most mi valósíthatjuk meg magunkat a francia társadalomban. Romantikus és realista jellemzői is vannak a regénynek. Realista például az, hogy nagyon részletes a környezetrajz, lélekábrázolásra nagy hangsúlyt fektet a szerző, és maga Rastignac a realizmus képviselője, akinek ugyan van néha lelkiismeret furdalása, vívódik dolgokon, de nem az érzelmek határozzák meg, hanem a józanész, a racionalitás és az érdek. A másik oldal a romantikának a jellemzői, például a cselekménybonyolításban nyilvánul meg, titkok, több szálon futó cselekmény, váratlan, meglepő fordulatok esetleg, és szenvedélyek is azért megjelennek a regényben. Ezt az oldalt pedig Goriot apó képviseli, aki, ahogy mondtam, a lányai iránti szeretetét hát nem tudja megfékezni, és hát emiatt kerül nyomorba. A következő az Gogoltól a köpönyeg, 1842, ez egy elbeszélés. A főszereplője nevét érdemes megjegyezni, Akakijevics Vasmacskin. Ő egy írnok, ő egy hát gyakorlatilag kishivatalnok. Ezek az orosz kishivatalnokokat csinovniknak nevezik egyébként, ezt is megtalálod itt ezen a dián. És nagyon egyszerű a történet, és hát groteszk is. Gyakorlatilag ugye elszakad, tönkre megy a régi köpönyege, kitűzi célként magának, hogy ő szeretne egy újat csináltatni, nagyon hosszú időn keresztül gyűjtöget, és félreteszi a pénzt, csináltat magának egy gyönyörű köpönyeget. Ez az, amikor talán először észreveszik őt a hivatalában, hogy valami megváltozott, elhívják egy társaságba, ahol ellopják ezt a gyönyörű új köpönyeget, és összeomlik Akakijevicsünk, és hát meghal, és hát halála után kísértetként visszajár, és lopkodja az emberekről a köpönyegeket. Úgyhogy szerintem ezt nem is kell magyaráznom, hogy miért groteszk, ennyi ismertető után. Tolsztoj következik, Iván Iljics halála című novellát, kisregényt kellett nektek elolvasni 11-ben. Ez egy 1886-os mű, és
Ez egy Iván Ilics nevű szintén orosz embernek az életét meséli el. Na, mindjárt mondom, hogy hogyan. És az alapkérdése az az, hogy hogyan érdemes élni. És milyen értékrendet érdemes az embernek kialakítania, mi a helyünk a világban, mi a szerepünk, és megjelenik benne a tolsztojanizmus, vagyis Tolsztojnak olyan alapgondolatai, amik őt foglalkoztatták, és amikről ő írt. Például az, hogy a szeretet nagyon fontos az emberi életben, és ez teheti értelmessé az életet, és boldoggá. És főszereplőnk ugye Iván Ilics, megismerjük a feleségét, a lányát, a fiát, az egyik inasát, illetve azt az orosz társadalmi közeget, amiben Iván Ilics hát él. Elég furcsán kezdődik ez a történet is, mert úgy akkor lépünk be a történetbe, amikor Iván Ilics már halott, és a munkatársai részvétlátogatásra mennek, és a részvétlátogatáson azért kiderül, hogy a családja is olyan furcsán viszonyult az Iván Ilicshez. Egyedül az inas és a kisfia az, aki hát őszintén gyászolja, és hát a többieknél inkább az érdek, vagy az önzés az, ami megjelenik. És ekkor visszatérünk a múltba, és elkezdi elmesélni az író, vagyis hát az elbeszélő az Iván Ilicsünknek az életét kisgyerekkorától kezdve. És láttunk már ilyet, hogy először a jelenbe megyünk, és utána visszatérünk a múltba, és onnan közelítünk megint a jelen felé. Ugye az Odüsszeiában ez egy retrospektív, visszatekintő része lesz ennek az elbeszélésnek. És hát azt látjuk, hogy Iván Ilics szépen haladta a ranglétrán, családot alapított, és elérte a pályája csúcsát, fővárosi törvényszéki bírónak nevezték ki, és ekkor egy új otthonba akartak költözni, aminek a felújítása során megsérült, leesett egy létráról, és ebből alakul ki az a betegség, amiben utána sajnos meg is hal. És igazából a betegségéről olvasunk nagyon sokat, azért, mert hogy ő ekkor kezd el azon gondolkozni, amiről igazából Tolsztoj gondolkozott, hogy milyen élete volt, jól helyezte-e el a dolgokat, a fontossági sorrendet jól alakította-e ki, és hát ehhez visszalépek egyet, és megmutatom ezt az egymondatos idézetet, hogy Iván Ilics élete egyszerű, mindennapi, és iszonyú volt. Attól volt iszonyú, hogy annyira szürke, annyira hát monoton, annyira mentes a nagy céloktól ez az élet, hogy emiatt lesz iszonyú, és hát végül is rájön arra, hogy nem úgy élt, ahogy kellett volna, és az határozta meg mindig, hogy mit akarnak mások, mit akarnak a szülei, mit várnak el a munkahelyén, mit vár el a felesége, és valójában ez lesz a tragédiája a műnek, és erre rájön, és ez egyfajta megbékélést ad Iván Ilics számára a halála előtt. Megmondja ugye ezt a hagyományos időrendet, egyre inkább az Iván Ilics lelkébe látunk bele, és a külső események egyre inkább halványodnak el, úgyhogy erről ennyit szerettem volna ugye mondani. Következő az egy dráma, Ibsennek a Vadkacsa című drámája, 1884-ben jelent meg. Ezt úgy hívják, hogy analitikus dráma. Mert hogy azok az események, azok a nagy konfliktusok, tragédiák, amikről szó van a műben, azok már megtörténtek a múltban. És valahogy titok fedi őket, homály fedi őket, és amit a színpadon látsz, az már ennek a felfejtése, analízise, megfejtése gyakorlatilag, és a műfaj meghatározáshoz hozzátartozik még a tragikomédia is, egyébként Ibsen ezt mondta róla, de maga a közeg, ahol játszódik, az pedig egy modern, polgári közeg, tehát ez nem egy történelmi téma, hanem Ibsennek a jelene gyakorlatilag, vagy lehet a jelene. És szimbolista drámának is szokták ezt nevezni. Ahogy a címben is látod,
egy madár, a vadkacsa áll a középpontban, majd igyekszek megmutatni azt is, hogy ezt hogy kell érteni. Itt nem írtam le nektek nagyon a történetet, de ez alapján, az ábra alapján szerintem gyorsan el tudom mondani. Két családot látunk itt, az Egdár családot és a Verle családot. Ennek a két családnak a története évtizedek óta összekapcsolódik. És akikkel mi most először megismerkedünk, az Hjalmar és Gina, egy házaspár, és az ő tinédzser lányuk a Hedvig, akiről hát annyit tudunk, hogy így romlik a szeme, magán tanulóként otthon tanul, nagyon féltik a szülei, Hjalmar fényképészettel foglalkozik, Gina pedig neki segít, és van egy öreg Egdál nevű szereplőnk, aki Hjalmarnak ugye az édesapja, aki érdekes módon egy ilyen padlást rendez be magának, ahol fölidézi a régmúltat azzal, hogy állatokat tart, mindenféle eszközt, lomot, és időnként vadászik is a padláson. És megismerkedünk egy másik családdal is, ez a Verle család. Itt is van egy öreg Verle nevű szereplőnk, neki a fia Gregers, és Sörbinét írta még föl, de lehetett volna még más szereplőket is, de talán ő a fontos, mert hogy házasságra készül az öreg Verle Sörbinével, és hát ez lesz még az érdekes, és annyit tudunk még az öreg Verléről, hogy ő neki is romlik a szeme, és hamarosan megvakul. És hát hogy jön ide a vadkacsa, meg hogy lesz ebből analitikus dráma? Hát úgy, hogy kiderül, hogy ahogy mondtam, a múltban más kapcsolatrendszer volt a két család között, mert hogy Gina a Verle családnál dolgozott házvezetőnőként, és kiderül, hogy Hedvig az valójában nem Hjalmarnak a gyereke, hanem az öreg Verléjé. Ezért az azonosság, a betegség kapcsán, és hát kiderül, hogy az öreg Verle pénzzel is támogatta azért a családot, csak hát az a probléma, hogy a Hjalmar erről nem tud, erről a nagy múltbeli tragédiáról, és ekkor jön a képbe nekünk a Gregers nevű szereplő, aki abban hisz, hogy az élethazugságokat, azokat föl kell tárni, és boldogabb lesz attól mindenki, hogyha minden a felszínre kerül. És fogja magát, és a Hjalmarnak elmondja ezt a titkot, aki természetesen borzasztóan érzi magát, és veszekedés következik, és van nekünk egy törékeny tinédzser lány szereplőnk, ugye a Hedvig, aki nem ért az egészből semmit, neki ugye nem mondják el, hogy mi a veszekedés oka, és hát végül ebből lesz a tragédia, mert hogy ugye van neki egy vadkacsája, most nem mondok el minden részletet, mert nincs rá idő, és úgy gondolja, hogy azt, ha feláldozná, akkor az apja talán kiengesztelődne, mert megmutatná, hogy mennyire szereti az apját, hogy még ezt a féltett kincsét is képes feláldozni, de hát végül saját magát lövi le. És a legtragikusabb az egészben, hogy hiába ennek a lánynak a halála, utána semmi nem változik, mindenki folytatja az élethazugságait, amiben előtte élt, és hát ez is hozzáad a tragikusságához a történetnek. Bocsánat, hogy ilyen gyorsan haladok, de muszáj, mert nagyon sok van még. Csehovtól a Sirályt kellett olvasnotok, ez is egy dráma, bár érdekes módon Csehov komédiának nevezte, és itt nehéz cselekményt mondani, mert hogy Csehov drámaiatlan drámákat írt. Ez azt jelenti, hogy ha a felszínt nézed, akkor nagyon sok párbeszéd ilyen semmit mondó. Ülnek egymással szemben, hallgatnak, valaki mond egy szót, valami hétköznapi dologról szól esetleg egy veszekedés, és a dráma végére derül ki, hogy kinek mi az indítéka, ki kibe szerelmes például, kinek milyen sérelme volt a múltban, tehát itt ezt nem is fogom nektek most elmesélni teljes egészében, hanem megtaláljátok itt ezen a drámán. Gyakorlatilag a művészet ennek a drámának még a kérdésköre,
mert hogy több színész, színésznő, író foglal helyet a szereplők között, például Arkadina, aki már egy befutott színésznő, Trepjov, a fia, aki szintén próbálkozik a drámaírással, Szurin birtokán játszódik, ugye ez az egész történet, ott találkoznak a szereplők, és van egy fiatal színésznőnk, Kisa Nina, aki majd felmegy a fővárosba, és ott próbál karriert csinálni, és van Trigorin, az író, aki szintén az Arkadinának a baráti hát köréhez tartozik, és hát olvassátok majd el, érdekes lesz, és hát tragédia lesz ennek is a vége, mert Trepjov gyakorlatilag az édesanyjába is csalódik, művészileg sem tudja megvalósítani magát, és Ninában is csalódnia kell. És itt is egy szimbólumról van szó, tehát a cím az azért Sirály, mert hogy ez ugyanolyan szimbolikus hát elem, mint az előzőben a vadkacsa volt. Toldi estéje Arany Jánostól, ez ugye trilógiának a része, 1854-ben jelent meg, és műfaja az elbeszélő költemény. Tegnap hallottatok róla, hogy a romantikának a jellemzője volt a műfaj keveredés. Ennek is vannak lírai és vannak epikus jellemzői, mert ugye történetet mond alapvetően el, az idős Toldinak a történetét, és viszont sokkal sötétebb hangulatú, sokkal komorabb, mint amilyen a Toldi volt. Szokták ugye így is megkülönböztetni a Tolditól, hogy amíg a Toldi az eposz formájú idill, addig ez eposz formájú elégia lesz. És ezt egy kicsit részletesebben mesélem. Az a feltételezésünk egyébként, hogy az érettségibennek az irodalmi feladat sorában inkább a magyar irodalom lesz hangsúlyban. Eddig is így volt a mintafeladat sorban. Ezért is hát döntöttem úgy, hogy a magyar művekről többet beszélek nektek, mint a világirodalomról. Tehát ott kezdődik az egész történet, hogy ősz van, és áll az idős Toldi a nagy falun, az udvarában, és ás. És hát kiderül, hogy a saját sírját ássa. És nem azért, mert annyira beteg lenne, vagy annyira idős lenne, hanem annyira elfelejtettnek, feleslegesnek érzi magát, és éppen ezen kesereg, amikor jön egy követ, méghozzá a királytól jön ez a követ, és kiderül, hogy egy olasz, ugye most nem cseh, mint a Toldiban, hanem egy olasz bajnok a magyarokat gyalázza, és hát nem tudja senki legyőzni. És innentől kezdve ugyanúgy elindul egy Budára, tehát elindul Toldi Budára, és felér, és legyőzi a nagy ellenséget, Bence fogja kísérni, tehát vannak olyan elemek, amik nagyon hasonlítanak a Toldira, és lesz olyan is, ami pedig eltér ettől. Szóval legyőzi ezt a bajnokot, és utána viszont, mivel egy ilyen barát csuhában van, és hát eléggé furcsán néz ki a Bencével együtt, így fölpakolva, elkezdik csúfolni az egyébként az udvarnak az apródai, és hát megint hirtelen haragú lesz Toldi, és gyakorlatilag az történik, hogy hát közéjük csap, és hát három apród meghal. És innentől ez ugye megint hasonlít a Toldi eredeti történetére, és az idős Toldi a pesti házába megy, és hát ide jön hozzá a király, akivel arról beszélgetnek, hogy a régi idők, a magyar idők voltak-e a jobbak, vagy az új hát külföld által, a divat által meghatározott udvar-e a jobb, és sajnos nem jut a két álláspont közelebb egymáshoz, mert hogy Toldi időközben, tehát a beszélgetést követően meghal. És itt ehhez kapcsolódik ez az idézet is, amihez visszakapcsoltam nektek. Szeresd a magyart, de ne faragd le, szól a erejét, formáját, a durva kérgét róla. Mert mi haszna símább, ha jól megfaragják, nehezebb eltörni a faragatlan fát. Ez ugye Toldinak az álláspontját fogja itt nektek
bemutatni. Az ember tragédiája következik, nagyon sokféle műfaj meghatározása lehetséges az ember tragédiájának. Drámai költemény, vagy lírai dráma, így is szokták nevezni, emberiség dráma, vagy emberiség költemény, és könyv dráma. Ahogy látjátok, megint nagyon kevert a műfaj, különböző műnemek keverednek itt. Gyakorlatilag a drámaiság az alá van rendelve a gondolati lírának, a filozófikusságnak. Ha olvastad, akkor emlékszel rá, hogy nagy monológiai vannak mondjuk Ádámnak, és hogy milyen kérdések ezek, az emberiség nagy kérdései. Egyén és társadalom viszonya, nő és férfi viszonya, boldogság kérdése, az emberi élet céljának a kérdése, ezért hívják emberiség drámának. És ez adja egyébként a műnek az örökérvényűségét is, mert ezek a kérdések ma is ugyanúgy foglalkoztatják az embereket, mint ahogy madácsot foglalkoztatták. És hogy mi miatt könyvdráma? Hát azért, mert alapvetően nem színpadra szánt ez. Párbeszédekben íródott, és elő lehet adni, csak ahhoz át kell alakítani a szöveget. Tehát alapvetően olvasásra szánt mű, erre utal ez az elnevezés. És keretes szerkezetű, mindjárt majd mutatom, hogy ez mit is jelent. A keretet, azt az első három szín adja, itt ugye a szerkezeti egységeket színeknek nevezzük, és a 15., mert hogy ezeket biblikus színeknek nevezzük, ugye az Édenben, illetve utána az Édenből kiüzetve már itt találjuk Ádámot, Évát, és aztán majd Lucifert is, és a köztük lévő színek, azok pedig a történelmi színek. Mert hogy Lucifer egy ilyen álomban gyakorlatilag időutazásra viszi Évát és Ádámot, és megmutatja nekik a történelmet. És úgy lehet felosztani ezeket a történelmi színeket, hogy a 4.-től a 14. színig a múltban vagyunk, madácshoz viszonyítva. A 11. szín az madácsnak a jelene, és a 12.-től a 14. színig pedig a jövőben, amit elképzel madács, hogy milyen lesz a jövő, ilyen mondjuk a falanszter, majd mindjárt egy picit beszélek arról is. És hát az a nagy kérdés, hogy milyen lesz az emberiség története, és itt látjátok, hogy az egyes színekben, történelmi színekben Ádám is, és Éva is, és Lucifer is valamilyen szerepbe kerül. Tehát mondjuk Egyiptomban Ádám fáraó lesz, Éva egy rabszolgának a felesége lesz, és Lucifer pedig egy fáraó mellett tevékenykedő miniszter. Ezeket így szépen nézegessétek át, idézzétek föl, hogy ez hogy is van a műben. És vannak olyan, ja igen, itt a falanszterről akartam egy picit, hogy például ez egy olyan elképzelt társadalmi rendszer, ahol ugye nagyon félnek a napnak a kihűlésétől, ezért mindent az emberiség fennmaradása érdekében tesznek, és egy nagyon szigorú szabályok által meghatározott életet alakítanak ki, amit a tudósok vezetnek, és hát gyakorlatilag determinálják az embereket arra, hogy mit csináljanak, mi legyen belőlük, és hát így ennek megfelelően nevelik a gyerekeket is. Jó, vannak a szereplőknek azért karakterei, még akkor is, ha mindig más szerepbe helyezkednek bele. Lucifer a nagy lázadó, aki mindent kétségbe van, mindig cinikus, mindig kritikus, és hát az a célja, hogy Ádám véglegesen ábránduljon ki. Ezért mit csinál? Mindig az adott kornak a hanyatló időszakába viszi bele Ádámot. Tehát amikor már összeomlóban van a demokrácia Athénban, amikor összeomlóban van a római birodalom, amikor összeomlóban van, mit tudom én, a tudásba vetett hit. Tehát mindig abba a pontjába viszi be annak a korszaknak, és ezért Ádám mindig csalódik. És egyre halmozódik a csalódottsága. Először mindig lelkesül Ádám az adott korért, és reménységgel néz rá,
de utána viszont a menekülnék kell gyakran abból az adott korszakból, és Ádám folyamatosan öregszik, ahogy haladunk előre ebben az utazásban, időutazásban, és a végére eljut oda, hogy amikor már vége van ennek az utazásnak, és újra ott az Édenen kívüli, paradicsomon kívüli helyen vannak, hogy inkább öngyilkos lesz, mert nem akarja elkezdeni az emberiség történetét. Éva viszont mindig az adott kornak a gyermeke, ő nem emlékszik az előző színekre, mindig az adott kort képviseli, mindig fölkelti nőként Ádámnak az érdeklődését, és van egy szín, ahol két alakban is megjelenik Párizsban, és a végén hát bejelenti Ádámnak, hogy terhes, tehát a következő nemzedék az már ott van a hasában gyakorlatilag, és már így is úgy is elkezdődött az emberiségnek a történelme, tehát végül is Ádám így vissza fog lépni az öngyilkosságnak a gondolatától, és természetesen az Úr is megjelenik, és mondja azt a nagyon híres mondatot, hogy mondottam ember, küzdj és bízzál, és az Úr Évát Ádám mellé egy ilyen segítőként, egy ilyen támaszként odahelyezi, aki a szerelmével és a költészettel és az ifjúságával gyakorlatilag támogatni fogja. Oké. Nagyon más jellegű történetek következnek. Először Mikszáth Kálmán egy-két elbeszélését, ami a kötelező anyagban benne volt, azért ideírtam nektek. Nem tudom, hogy kérdeznek-e velük. Ugye Mikszáthnak két novellás kötet hozta meg a sikert. Az egyiknek az a címe, hogy a Tótatya fiak, a másiknak pedig az, hogy a jó palócok. Az elsőben van egy olyan novella, aminek az a címe, hogy Az a fekete folt. Ez Olej Tamás bacsáról, juhászról szól gyakorlatilag, és a lányáról, Anikáról, és egy Talári Pál nevezetű szereplőről, aki hát gyakorlatilag megszökteti az Anikát, és a neveket jegyezzétek meg, meg olvassátok el újra a történetet. A másik elbeszélés kötetben, a Jó palócokban a Bede Anna tartozása és a Bágyi csoda az, amit kér a középszinten a tanterv, és a Bágyi csodából a Vér Klárának és a Géi Jánosnak a nevét érdemes megjegyezni. Ugye ez egy malomban játszódó történet, nem fogom most tudni elmesélni az idő rövidsége miatt. A másik, az pedig a Beszterce ostroma, és ez egy társadalmi regény, nagyon hát érdekes, remélem, hogy emlékeztek rá. Egy különc ember története, mert hogy ez egy olyan személyről szól, Pongrácz Istvánról, aki bár a 19. században él, de a 17. században érzi magát, és gyakorlatilag várúrként tevékenykedik, és a parasztjaival ilyen háborúsdit játszik a környéken. Beöltözteti őket ellenségnek, a másik csoport meg az ő hadserege lesz, és hát ilyen érdekes, anakronisztikus hát helyzetben van Pongrácz Istvánunk, ugye a Nedeci várkastélyban, és folyamatosan az író egyébként játszik az olvasóval, mert van, amikor azt hangsúlyozza, hogy Pongrácz István tényleg bolond, van, amikor pedig elbizonytalanít, mert hogy egyébként Pongrácz Istvánnak olyan tulajdonságai vannak, amik minden máskorban nagyon fontosak lennének. Például ragaszkodik az igazsághoz, nagyvonalú, megszereti majd az Apolka nevű szereplőt, és hát végül is ez is vezet majd a halálához. Míg a 19. század képviselői, akik a környezetében élnek, vagy lecsúszott gentrik, mint amilyen a Behenci Pál és Károly, vagy városi polgárok, a Trinovszki Péter és Gáspár képviseli ugye ezt a társadalmi réteget, és ők mindannyian sokkal, tehát jellemüket tekintve sokkal gyengébbek és sokkal több hibával rendelkeznek, mint Pongrácz Istvánunk, akiről a környezete viszont azt gondolja, hogy teljesen megőrült.
Úgyhogy nehéz elmondani a történetét, egyrészt azért, mert rengeteg anekdotából áll. Tehát mindenki mesél valakiről egy történetet, akinek a hallgatóságnak eszébe jut egy másik történet, és azt is elmesélik, úgyhogy nagyon nehéz lenne így most visszaadni, pláne néhány percben. Egy-két szereplőt azért mutatok belőle. Van egy Estella nevű női szereplőnk, aki egyébként egy akrobata nő, és pénzen vásárolta meg a Pongrácz István, hogy legyen egy úrhölgy, egy vár, a vár ura mellett legyen egy hölgy is a várában, de hát benne ugye csalódnia kell, mert megszökik, és hát végül is, akivel megszökött, a Behenci Károllyal Besztercére mennek. És mivel ilyen lovakkorba képzeli magát a Pongrácz Istvánunk, ezért azért Beszterce ostroma az egésznek a címe, mert ő elhatározza, hogy hát visszaszerzi az ő jogos tulajdonát, az Estellát, és mivel nem adja, nem küldik vissza, mert hát nem értik a egyébként Besztercén, hogy mit akar ez a szegény ember, ezért a hadseregével Besztercé ellen indul. És hát van egy elég humoros jelenet, hogy a szedetvedett katonaságával úton van a Pongrácz István, és hát felbérelnek gyakorlatilag vándorszínészeket, akik eljátsszák, hogy Besztercé város küldöttei, és hát egy túszt ajánlanak fel az Estella helyett, és ez lesz Apolka, aki így kerül Nedec várába, és így szereti meg a Pongrácz István. Most ennyit gyorsan. Ahogy láttátok a pár mondatból is, két szálon indul el a történet, és aztán a harmadik, negyedik fejezetben összekapcsolódik. Realista és romantikus jellemzői is vannak a regénynek, mondjuk a jellemrajzok környezetbemutatás miatt realista, a váratlan fordulatok, meg a kalandok miatt, meg Apolka alakja miatt, meg inkább a romantikához tartozik. Herceg Ferencnek az életkapuja a következő kisregény, vagy történelmi regény, és visszamegy a múltba ez a történet, 1500-as években, 1500-as évekbe, amikor is egy Bakócz Tamás nevű, egyébként valós történelmi szereplő, nek esélye volt arra, hogy pápának megválasszák. És ezért Bakócz Tamás elmegy Rómába, és ez a történet Rómában játszódik. És gyakorlatilag az ő célja az, hogy a törököktől, a török veszélytől hát megmentse az országot azáltal, hogy ő hát pozícióba kerül, és így a nagyhatalmak majd biztosan segítik Magyarországot a törökökkel szemben. Sajnos nem fog sikerülni ez a terv, de azért akartam ezt itt elmondani, mert hogy nem véletlenül 1919-ben ezt a történetet veszi elő a Herceg Ferenc, mert hogy Trianon után úgy érzi, hogy ahogyan a törökökkel szemben magára hagyták Magyarországot, úgy Trianon idején is magára hagyják a nagyhatalmak Magyarországot. Itt is két szál fonódik össze, az egyik ez a nagy politikai, amit eddig meséltem nektek, a másik pedig egy ilyen szerelmi történet. A Bakócz Tamásnak van egy unokaöccse, akit Vértesi Tamásnak hívnak, és ő is elkíséri Rómába a nagybátyját, és itt megismerkedik egy Fiametta nevű hölgyel, és gyakorlatilag hát szerelmes lesz vele. A végén viszont kiderül, hogy Fiametta hát egy megbízott volt, és gyakorlatilag csak hát eljátszotta ezt a szerelmet. Úgyhogy politikai szempontból is, és szerelmi szempontból is csalódás lesz a vége. És hogy miért életkapuja, az életkapuja, attól függően, hogy melyik szereplő szemszögéből nézed, ugye Bakócz Tamás számára a magyarok megmentését jelenteni, Vértesi Tamás számára pedig a Fiametta kapuját jelenti, vagyis az ő szerelmének a megnyerését. Sok minden van még a diákon, olvassátok el, sajnos így is egy picit hosszabbak leszünk, mint 40 perc. A Jónás könyvére biztos vagyok, hogy emlékeztek, ugye ezt 1938-ban betegen írta Babits Mihály. Bocsánat, csak itt közben leállítom az időt.
És ez egy példázatos történet gyakorlatilag, mert hogy ez a prófétaságról, a próféta szerepről szól, és majd visszajövök ide az idézetekhez. Nagyjából egyébként a történet az megegyezik a bibliai történettel. Küldetés, Ninivéhez be kellene elmenni, képviselni Istennek az üzenetét, és hát Jónás ezelől menekül, így kerül a Cet gyomrába, ahol hát szenved, imádkozik, és kiköpi a Cet, és hát végül is teljesíti a küldetést, prédikál Ninivében, és hát várja is, hogy bekövetkezzen az ítélet, ami nem fog bekövetkezni. Viszont nagyon fontos, hogy amíg a Bibliában az egész város megtér, még az állatoknak is böjtölniük kell, addig a Babics történetében néhány ember hallgat csak Jónásra, de valójában a város nem érdekli az, amit Jónás prédikál, és itt a Babics történetéből inkább az világlik ki, hogy a kulturális értéke miatt a városnak, és hát persze Isten szuverén döntése miatt fog megmenekülni. A hangnemei nagyon érdekesek, van benne archaikus hangvétel, ami ugye a Bibliát idézi, de van benne ironikus, van benne humoros, vannak ilyen Babics által újonnan alkotott szavak, furcsa jelzőhasználat, emelkedettség, és ajánlom, hogy esetleg olvasd újra, és hát mi lesz a fő üzenet? A szó tiéd, a fegyver az enyém, te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. A prófétának, a költőnek a szólás, a feladata, Istené pedig az ítélet és a döntés. És ugye 1938-ban volt olyan üzenet is azért a történetben, hogy Jónást a hajósok itt a zsidósága miatt dobják tengerbe, és hát ebben a műben van az a híres idézet is, hogy vétkesek közt, cinkos, aki néma, és atya fiáért számot ad a testvér. Kosztolányi Édesanna, ez egy lélektani regény, Budapesten játszódik, 1919-ben, és egy cseléd, nek a története, akit Édesannának hívnak, aki megöli a gazdáit, és valójában az a fő kérdés, mert hogy a végén történik a gyilkosság, hogy hogyan jutott el ez a fiatal lány odáig, hogy ezt a tettet meg tudta, vagy végre tudta hajtani. Ezen a lélektani folyamaton van a hangsúly, ezért lélektani ez a regény. 20 fejezete van, 5 szerkezeti egysége, beszédesek, a nevek, Édes Anna, így kiejtésében is az édes anyaszóra hasonlít. Egyébként ő egy mintacseléd, minden tökéletesen megcsinál, nincs egy szava sem, bármilyen megaláztatást eltűr, például ha vendégek vannak, és a gazdái róla beszélnek, és az ő szemszögén keresztül látjuk a történetet, és gyakorlatilag gépként kezelik, és hát ez lesz az, ami számára hát sok szenvedést okoz. A másik pedig egy Patikárius Jancsi nevezetű szereplő, aki hát egy ilyen viszonynak nevezhető 4 napos hát kapcsolat van köztük gyakorlatilag, ami hát fordított először testi, aztán egy kicsit talán udvarol neki a Patikárius Jancsi, és hát mivel teherbe esik az Anna, utána egy gyógyszert is szerez neki, és hát így elvetél, úgyhogy nagyon kegyetlen, nagyon kihasznált élete van ennek a fiatal lánynak, és hát az utolsó csepp az lesz, amikor a jelenlétében a Patikárius Jancsi másnak kezd udvarolni, és hát ezután öli meg a Vizi Kornélt és a feleségét, a Vizinét, és a regény azt bemutatja a tárgyalását is ennek a lánynak. Senki nem érti, hogy hát hogy juthatott ide. Egyedül egy Movister nevű szereplő, aki az első DN szereplő idézetet mondta, nem úgy bántak vele, mint egy emberrel, hanem mint egy géppel. Gépet csináltak belőle, embertelenül bántak vele, cudarul bántak vele.
Morijing mond Úrimuri, most már nagyon kevés van hátra. Ez egy realista regény, a gentrik világát is bemutatja. És hát a Muri az egy kicsit ilyen furcsa szó lehet, nem feltétlenül ismeritek. Az ilyen heccet, viccet jelent, ez egy régiesebb szó. És hát valóban urak, földbirtokosok mulatnak itt, isznak, esznek, és különböző hát hecceket találnak ki egymás kárára, de hát a vége tragédia lesz, mert hogy az egyik szereplő, a Szakmári Zoltán felgyújtja a tanyáját, és hát a végén öngyilkos is lesz. 1896-ban játszódik, a millennium évében, és mindenkinek aratás idő van egyébként, néhány napot ölel fel csak a történet. Mindenkinek dolgoznia kell, ehelyett minden birtokos, földbirtokos gazda csak mulatozik, iszogat, és hát hecceli egymást. A helyszín az egy alföldi település, és eleve egy kocsmában találkozunk először a szereplőkkel. Ebből a közegből gyakorlatilag egy ember emelkedik ki, a Szakmári Zoltán, aki próbál mintagazdaságot létrehozni, próbál újításokat bevezetni, és de kettős életet él, van családja és van felesége, de a tanyáján titokban egy fiatal lány szeretőként tart, akit egyébként tanított, neveltet, és ez a kettős élet ez összetörik, és az álmai, a tervei is meghiúsulnak, a közeg is szörnyű, amiben él gyakorlatilag, és hát a végén úgy dönt, hogy hát eldobja magától az életet. Itt látjátok a felhasznált irodalmat, illetve egy-két könyvet, amit ajánlok a tanuláshoz, gyakorláshoz, és köszönöm szépen a figyelmeteket, 10 perc szünet következik.